Kicsit távolabbról indítom a történetet, bár szerintem már mindenki ismeri ezeket a dolgokat, amiket el fogok mondani. Egy új nemzedék, egy új generáció nőtt föl, és az iskolának valamilyen módon valahogy egy ismeretlen jövőbe kell őket elkalauzolni, amiről viszonylag kevés dolgot tudunk. A tanárok azok mind a múlt században születtek, és a diákok pedig ebben a században. Itt is már a matematika is mutatja, hogy itt van egy kis eltérés a két generáció között. De itt új problémák is merülnek föl, azon túl, hogy elmondhatjuk, hogy a mostani elsősök várhatóan valahol 2077 környékén fognak nyugdíjba menni, és most egy olyan tudást kell a tanároknak átadni, amely erre a hosszú időszakra egy ilyen nagyon jövőkutató szemmel izgalmas területen kell, hogy elmutatják, és olyan képességeket, olyan tudást kell, hogy adjanak nekik, ami ebben a bizonytalan és bizonyára nagyon-nagyon gyorsan változó jövőben használható lesz számukra. Egy új, hát egy fél éves tanulmány kijött, egy nemzetközi tanulmány, amely egy globális tanulási válságról beszél. Ezt direkt nem írtam ki a címbe, mert mindenki nagyon megijedt volna ettől a történettől. Ez nagyon fontos, ez egy globális tanulási válságról beszélünk, tehát ez nem egy magyarországi helyzetről. Itt arról értekeznek a szakértők, hogy mostani trendeket figyelve körülbelül egy olyan 20 év, 20-30 év múlva 800 millió gyermek lesz az oktatási rendszeren kívül, illetve aki benne van, az is nem tevékenyen, nem produktívan vesz részt az oktatásban. Mondhatjuk azt is, hogy bent van, nem esik rá az eső, és így ő is jól jár. Ezzel a helyzettel kell valamit kezdeni az oktatási rendszernek, globális szinten is, és Magyarországon is. Ez a tanulmány kitér arra is, hogy vannak nagyon sarkos pontjai ennek a válságnak. Például léteznek a világon olyan helyek, ahol fizikailag képtelenek vagyunk valamilyen oktatási infrastruktúrát felépíteni. Sarkos példa, itt például az Amazonas. Azonban itt is élnek emberek, és itt is történik bármilyen, valamilyen fajta oktatás. A másik ilyen példa, az pedig a tanárerőhiány. Szomáliában, hogyha holnap minden felnőtt szomáliai lakos hirtelen egy jó tündér segítségével kiváló pedagógus lenne, akkor sem lenne elég tanár ahhoz, hogy tudják az oktatást kellő színvonalon folytatni. Eddig az oktatási rendszerek azok mindig az ipari forradalom környékén alakultak valamelyest át, és most elmondhatjuk, hogy az ipari újabb forradalom előtt áll, ipar 4.0-ként szokták ezt nagyjából emlegetni. Remélem, hogy a prezentáció végére mindenkinek világos lesz, hogy tanárokra igenis szükség van. A robotok ezt a szakmát biztosan nem fogják elvenni. Ez a központ, ahol én dolgozom, több Európai Uniós projekt nyerteseként a Nemzeti Közlelési Portált fejlesztette ki. Ez 2014 óta zajlik ezen a portálnak a fejlesztése. És a célja ennek a portálnak, hogy a nemzetközi és a hazai digitális pedagógiában alkalmazott jó gyakorlatok, elkészült termékek, szolgáltatásokat egy gyűjtőernyő alá vigye, és az ott szereplő, az ott regisztrált és az használó diákok és pedagógusoknak az életét meg tudja könnyíteni. Nemrégen jártam egy SZIDRI konferencián, ez egy oktatáskutatással foglalkozó európai szintű szakértői konferencia volt, ahol az új típusú tanulási környezeteket vizsgáltuk. És különböző országoknak a szakértői jöttek el, és meséltek, hogy az ő országukban ezek hogyan mennek végbe, milyen stratégiák vannak. Ugye Magyarország elfogadta a digitális oktatási stratégiát, ennek már több változata is napvilágot látott, és gőzerővel zajlik, ahol mind az infrastruktúrát, mind a tanár továbbképzést, mind pedig a digitális pedagógiában a szegmenseket próbálják fejleszteni. És ott nagyon nagy üdvözlésre talált az, hogy Magyarországon létezik egy olyan portál, ahol ezeknek a tartalmaknak, szolgáltatásoknak egy kalap alatt tud összegyűlni. Hiszen a többi országban, mondjuk Franciaországban vagy Írországban, ezek lokálisan egy-egy iskolában valósulnak meg, és amíg ezek az iskolák egyenként küzdenek valamilyen
rendszergazdai hiányokkal, infrastruktúra hiányokkal, ott itt ezt egy központ, egy intézet karban tudja tartani. Ugyanakkor a digitális oktatási stratégiának köszönhetően azt lehet mondani, hogy ez nem egyetlen egy intézetnek a tartalmait fogja nyújtani, ezáltal nem lesz egy nagyon egysíkú történet, itt bárki tud ehhez csatlakozni, pedagógusok, diákok, más projektek, más szervezetek, nem csak kormányzati, hanem akár gazdasági szereplők is részt tudnak venni, és itt ezeket a tartalmakat, szolgáltatásokat el tudják helyezni ingyenesen ezen a portálon. Nagyon fontos, hogy ez mind ingyen nyújtja ez a portál. Mindenféle bűszavakat írtam ide föl, de gondolom ezekkel már mindenki unalomig ismertette őket. Ami izgalmas lehet ebben a portálban, hogy ezek akkreditált tartalmakat nyújtanak a felhasználásra. Itt elsősorban az OFI-nak a új generációs tankönyvei érhetőek el ingyen, letölthetőek PDF formátumban, illetve egy úgynevezett okos tankönyv, egy interaktív tananyag formátumban is elérhetőek ezek a tartalmak. Ezen túlmenően akár diákok, akár tanárok, akár más szervezetek készítenek folyamatosan ide különböző tartalmakat. Most éppen fut egy másik projekt, egy EFOP-os projekt, ahol a tanárok digitális óravázlatokat készítenek. Ez körülbelül olyan 10 000 ilyen óravázlat fog elkészülni ebben az évben, és következő évben szintén. Ezek olyan jó gyakorlatokat tartalmaznak, amelyek tanárok írnak tanároknak, hogy hogyan tudják színesíteni az órákat. De ez csak egyetlen egy kicsi szegmense annak, amit itt a portálon találunk. Én azt gondolom, hogy a diákokat nem szabad, vagy nagyon-nagyon kockázatos egyedül hagyni egy ilyen digitális térben. Egy jó példa, amikor elkezdtünk foglalkozni a fizikával, biológiával, földrajzzal, akkor elkezdtük megnézni azokat a videókat, azokat az animációkat, amiket nagyon szeretnek a tanárok, és levetítenek az órákon. Megnézni ezeket, nem kell újra pénzt és erőforrást fordítani arra, hogy ezeket újra feltaláljuk a kereket. És találtunk egy nagyon-nagyon magas nézettségi számú videót, és mindenkinek nagyon tetszett ott a szakértői tanári gárdában, míg nem valaki a harmadik kávéja után felkiáltott, hogy de rossz felé forog a föld. Tehát az animációban nem a helyes irányba forgott az a szerencsétlen bolygó. Tehát azért, mert valaki nagyon sokszor megnézték, és nagyon-nagyon felkapott lett egy ilyen tartalom, az nem biztos, hogy helyes is ez a tartalom. Nyilván itt is lehetnek egyébként ugyanilyen problémák, csak azt gondoljuk, hogy itt egy sokszoros lektorálási folyamaton mennek keresztül, és egy aktív tanári közösséget szeretnénk e köré építeni. Jelenleg is most már több 10 000 ilyen tanár van, aki használja ezt a rendszert, úgyhogy továbbra is bátorítok mindenkit, hogy ha még nem tették meg, akkor az ingyenes regisztrációval éljenek ezen a lehetőségen. Ugyanakkor a digitális oktatási stratégia és más stratégiákkal karöltve a Nemzeti Közlelési Portál lett az a platform, amelyhez a közgyűjtemények kapcsolódnak, a digitális közgyűjtemények. Így például elérhető az iWitness, a NAVA, a Múzeum Digitál több 10 000 digitális tartalma. Tehát aki belép a portál, az tud indítani egy keresést, mondjuk Petőfi kulcsszóval, és akkor olyan múzeum digitális adatbázisában találunk olyan archív képeket, ami mondjuk kapcsolódik híres emberekhez, eseményekhez. Ugyanez a NAVA adatbázisában a képes, a videós tartalmakkal ugyanúgy elérhetővé válik. És mondom, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi tartalmak ugyanúgy megpróbáljuk őket becsatornázni ebbe a portálba. Itt például a Colorado Egyetemnek különböző fizikai, matematikai szimulációinak az alkalmazása elérhető ezen a rendszeren keresztül, ahol bonyolultabb vagy akár veszélyesebb szimulációkat tudnak, kísérleteket tudnak a diákok, tanárok elvégezni, anélkül, hogy ez komolyabb pénzbe vagy veszélybe kerülhetnének. A digitális tankönyvek, ami egykoron a PDF volt, viszonylag kevés interakcióval, mi kifejlesztettünk egy úgynevezett okos tankönyvi formátumot. Ez gyakorlatilag responszív HTML oldalakból áll, amelynek az a jelentősége, hogy akár kivetítőn, akár okos tablet táblán,
akár mobiltelefonon egy jól olvasható struktúrában rendezi a tananyag tartalmakat. Ezen túlmentünk egyébként, tehát ez nem csak a tankönyvnek egy valamilyen digitális leképezése, hanem az összes olyan digitális kiegészítőt, videót, képet, animációt, szimulációt, vagy akár feladatokat, egy gyakoroltatás segítő megoldásokat beépítettünk ebbe a tankönyvbe. Pontosan abba a paragrafusba, ahol a tanárok jónak látják, ahol meg tudjuk támogatni a tankönyvnek a print alapú lábát egy digitális megoldással, úgy, hogy az egy egységes koncepciót, egy egységes tanulási ívet adjon. Ezen kívül a tankönyveket szekciókra daraboltuk, ezáltal pontosan kereshető lesz, tehát nem magát a leckét fogjuk megtalálni, hanem pontosan azt a paragrafust, amire nekünk szükségünk van. Ez informatikailag egy nagyon komoly feladatunk volt, de ennél ez sokkal többet jelent. Az előző előadásokban volt róla szó, hogy a NAT hamarosan átalakul, újraíródik. Most ezek a tankönyvek a régi NAT-hoz, illetve az aktuális NAT-hoz igazodnak, és ez továbbra is így lesz. Azonban, ha készül egy új NAT, mi ezzel a projekttel is folyamatosan konzultálunk, és az új NAT az egy adatbázis alapú NAT lesz. Ennek az lesz a hozadéka, hogy egy nagyon egyszerű leképezéssel fogjuk ezeket a tananyag elemeket, tananyag tartalmakat újra struktúrálni, amelyek illeszkedhetnek majd az új NAT-hoz. Tehát azt gondoljuk, hogy ez sokkal könnyebb tankönyv, illetve digitális tartalom előállítás küszöbén állunk ebben a technológiában. Minden egyes leckében próbáltunk segíteni a tanároknak, illetve a diákoknak. A leckék általában egy ilyen leckenyitó képpel indulnak, amelynek lényege, hogy az adott leckét, fejezetet, tananyag tartalmat valamilyen vizuálisan erős módon összefoglalják. Most a földrajz esetében nagyon adja magát a térképeknek a használata, de ennél azért egy kicsit tovább mentünk. Kémiából például azok a egyeseknek akár bonyolult 1-2-3 betűs képletek, megpróbáltuk a való életben használt, illetve látott anyagokhoz hozzákötni. Irodalomból próbáltunk, itt például egy Kafkát láthatunk, a vizuálisan egy kicsit erősebb, a gyerekekhez, a korosztályhoz jobban illő módon tálalni, illetve akár a romantikában egy ilyen hosszabb lélegzetvételt is tudunk nyitni. Ezeket a könyveket, amikor elkészítettük, akkor a tanároknak különböző képzéseket tartottunk, és utána visszamentünk megnézni, hogy ők ezeket hogyan használják. Nem feltétlenül a legjobb iskolák jelentkeztek abból a szempontból, hogy nagyon sok iskola nem ezekből a tankönyvekből tanított. Amikor ezt megtudtuk, akkor mi nagyon megrémültünk, hogy rossz eredmények fognak kijönni, hogy mi rosszul dolgoztunk. De kiderült, hogy ennél nagyobb szerencse nem nagyon érhetett volna minket, ugyanis azok a tanárok, akik nem a mi tankönyveinkből tanítottak, remekül tudták ezt a részt használni. Hát jártunk olyan történelem órán, amely a következő órán dolgozatot írtak volna, és egy ilyen képről egy negyed órás összegző beszélgetést tudott kezdeményezni a diákokkal. Látjuk, hogy egy sávos elrendezésben próbáljuk a szemeket vezetni, és különböző kis ablakokban rendezünk el tartalmakat, amelyek vagy a megértést, vagy pedig a gyakoroltatást segítik. A megértés az viszonylag egyszerű, hiszen azok videók, képek, animációk, szimulációk, mi egymás, ilyet sok mindent látunk. Ami innováció benne, egy kicsit később majd lehet látni egy 3D-s modell, amelyet ugyanúgy lehet forgatni és be lehet járni. Viszont a földrajzi témakörökben grafikonokat is meg tudunk már jeleníteni. Ami viszont teljesen újdonság, hogy készítettünk hozzá egy olyan motort, amely a mobiltelefonhoz le tudja csökkenteni annak a méretét, tehát sokkal gyorsabban fogja tudni megjeleníteni ezt a modellt. Ez nagyon egyszerű ma már egy videóval, de egy 3D-s modellel ez sok szempontból nagyon, nagyon nagy probléma. A másik viszont a különböző feladatok. A feladatoknál az innovációnk volt, hogy olyan feladatsorokat, amelyek igazodnak mondjuk a diákoknak a tanulási szintjéhez, hiszen azokat monitorozzák, ilyeneket azért már láttunk. Innováció benne, hogy ez az egész portál egy mesterséges intelligencia köré próbál összpontosítani, egy olyan tanuló algoritmus mögé, amely bármilyen elemet, ha beteszünk ebbe a rendszerbe, az valahogy felparaméterezi, és utána pedig a tanulói viselkedéseknek ez mérten elkezdi állítani. Úgyhogy
ezzel is próbáljuk segíteni a diákoknak a tanulását, illetve a tanárokét. De ez nem csak tankönyv, ez egy szerkeszthető valami. Tehát, hogyha valaki egy projektmunkára akarja felhasználni, akkor az egészet kidobhatja, és csinálhat belőle egy újat. Ezek a szerkesztő intuitívak, olyan, mint egy Word, ezeket bárki tudja használni. Képzéseket indítunk rá, úgyhogy ezzel nem lehet gond, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel valóban nem is kell nagyon törődni. Itt leírtuk, hogy körülbelül 60 tankönyvet már elkészítettünk, 5-től 12. osztályig közismereti tárgyakból, és látható az is, hogy körülbelül 17 ezer fölött a 15 ezer kiegészítővel áll rendelkezésre ez a portál, úgyhogy ezeket a tartalmakat bátran ki tudjuk önöknek ajánlani. Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor kérem írjon a támogatáskukac.nkp.hu-ra, és ott pedig a kollégáim segíteni fognak abban, hogy hogyan próbálhatják ki ezt a rendszert. És a legvégén még itt egy kis diával készültem, hogy azért annyira nem kell megijedni ezektől a technológiáktól, hiszen van már olyan robotpincér, aki az ételt kihozza nekünk. Meg kell simogatni egy kicsit a kezét, hogy utána ő kedvesen arrébb menjen, tehát kommunikálni kell ezekkel az eszközökkel. Ez egyébként Győrben van ez az étterem. És hát tegnap bejelentette Elon Musk, hogy készen állnak a robottaxiai, amiben már nincsen kormány, tehát a bal oldalt, amelyik jobb oldalt sem nincs benne kormány, úgyhogy elérték az 5-ös szintű vezetést. Úgyhogy ezeket a technológiákat használjuk, nem kell tőlük megijedni, én azt gondolom, tanítani kell arra magunkat is, és a felnövekvő generációt is, hogy hogyan tudják ezt értelmesen használni. Köszönöm szépen a figyelmet!